Köszöntöm a nézőket. Egyre növekszik a koronavírussal fertőzöttek száma. A kormány számos intézkedést hoz napról napra, de nem csak a kormány, hanem Székesvédvár önkormányzata is. Az esti mérlegben Cserpakovics András polgármesterrel beszélgetek egészen rendkívüli módon. Én innen a stúdióból kérdezem őt, és ő a Városházán mondja meg nekem a válaszokat. Jó estét kívánok, polgármester úr! Jó estét kívánok, köszöntöm a televízió kedves nézőit és minden kedves Fehérvárit. Fontos bejelentéseket tett Orbán Viktor 15 órakor, és ezzel kapcsolatban lenne az első kérdésem, hogy mit gondol. Ugye ez elég sok mindenkit érint ez a bejelentés, a lakosságot, illetve a gazdasági szektor érintetjeit. Mit gondol róla? Valóban így van, ez egy nagyon fontos bejelentés amit ma a miniszterelnök úr elmondott. Mi magunk is azt tapasztaltuk az elmúlt napokban, hogy egyre több olyan kérdés érkezett, ami már a gazdasági következményekkel számol, akár magánszemélyek részéről, hitelekkel összefüggésben, rezsivel, bérleti díjakkal összefüggésben, de ugyanilyenek érkeztek vállalkozások részéről. Itt egészen kis családi vállalkozásokra is kell gondolni, de adott esetben nagyobb cégek is fordultak hozzánk ezekkel a kérésekkel, kérelmekkel vagy éppen tájékoztatást kértek, hogy mit tudunk róla. Ugye már pár nappal ezelőtt a kormány bejelentette azt, hogy munkacsoportokat hozott létre különböző kérdések megvizsgálására itt a járványügyjel összefüggésben, és ennek egyik csoportja az kifejezetten a gazdasági hatásokkal kezdett el számolni. Ennek az egyik első bejelentése a mai, biztos, hogy több hasonló fog következni. Számos következménye mellett nyilván nagyon súlyos gazdasági következményei is lesznek ennek a koronavírus

ami nyilván hosszabb ideig is tart, és nagyon sok területen érezteti hatását. Nagyon fontos, hogy megtörténtek az első bejelentések. Nagyon fontos az is, hogy minden területen olyan megnyugtató döntések szülessenek, ezekről tudjunk tájékoztatást adni, amelyek ebbe a felfokozott hangulatba is nyugtató lakhatnak, és azt jelzik az emberek irányába, hogy mind az állam, mind az önkormányzat gondoskodik róluk, mert ebben a helyzetben egészen biztos, hogy ez az alapvető feladatunk. Napról napra változik ugye a helyzet az országban és itt Székesvérváron is. Ma is sokféle intézkedést hoztak közösen, egészen pontosan miket, ezeket kellene megbeszélgetnünk nagyjából. Az első például hogy a rendezvényekkel kapcsolatban milyen döntések születtek. Sajnos úgy látjuk, hogy az a első lépés, mi szerint május 1-ig szüntettük meg, illetve döntöttünk a rendezvények elhalasztásáról, az nem elégséges, muszáj lesz ezt meghosszabbítanunk, ezt meg, meg is tettük, és egészen július 15-éig úgy döntöttünk, hogy önkormányzati szervezésben rendezvényt nem tartunk meg. Úgy látjuk, hogy a védekezés nyilván most mindent megelőz, az emberek egészsége most a legfontosabb, és ez most nem az az időszak, amikor rendezvényeket lehet sajnos tartani, hiszen az önkormányzat is kifejezetten arra kér mindenkit, hogy maradjon otthon, fiatalok és idősek egyaránt, ezekben nyilván nem férnek bele most a rendezvények. Én bízom benne, hogy már augusztusban az akkor sorra kerülő fesztiválok, rendezvények megtarthatók lesznek, és visszatér minden a rendes kerékvágásba, de ma úgy értékeltük, hogy július közepéig egyértelművé szeretnénk tenni, és a legfontosabb közös feladat, hogy aki tud, akinek lehetősége van, maradjon otthon. Mi a helyzet a szociális intézményekkel, ahol lett hát azért fokozottan munkálkodnak most azok, akik ott tevékenykednek? Először szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki akár az egészségügyben, akár a szociális szektorban, akár a kereskedelemben, akár más területeken, a rendvédelmi szerveknél teszik a dolgukat a mindennapokba. Fantasztikus munkát végeznek, abszolút működőképes minden szolgáltatásunk, és köszönet nekik. Ma ezen belül a szociális szektorral egyeztettünk, illetve az óvodákkal, bölcsödékkel, vezetői szinten, felmértük, hogy melyek azok a feladatok, amik előttünk vannak, milyen segítséget tudunk fenntartóként, önkormányzatként nekik adni, és jeleztük azt is, hogy szerencsére egyre több az önkéntes felajánlás, akik saját munkájukkal szeretnének segíteni, és erre lesz is lehetőség ebben a szektorban. Nagyon megnyugtató válaszokat kaptunk, nyilván azzal, hogy ez most egy új helyzet, nagyon sok új kérdést is felvet, de a kollégáink, a szakemberek egyértelműen állják a sarat, hozzák a fontos döntések, mi pedig ezeket segítjük. Úgyhogy a szociális szektor működik, minden szolgáltatást biztosítani tudunk. Ez nyilván kiegészült ezekben a napokban egy új feladatkörrel. Az egyik oldalon arra kérjük az idős embereket, hogy maradjanak otthon, a másik oldalon pedig felajánlottuk nekik azt, ami egyébként most már jogszabályi kötelezettségünk is, hiszen a kormány is előírta ezt számunkra, hogy aki vállalja, hogy 70. évet évet betöltött székesfehérvári polgárként nem jön ki az otthonából, tehát a következő hetekben otthon marad, segítve ezzel a védekezést, azok számára, amennyiben a család nem tudja őket ellátni, akkor minden segítséget megadunk, legyen az adott esetben étel, szállítás, legyen az a gyógyszerek kiváltása, vagy adott esetben másmilyen felmerülő probléma, vagy éppen akár lelki segítség egy jó telefonos beszélgetés, ilyenre is számos kérdés és kérés érkezett, akkor ezt az önkormányzat számukra biztosítja. Én kérek mindenkit, hogy ha érintett, akkor keresse a város ott minden telefonszám és e-mail az egyébként rendelkezésre áll. Ott kérjük, hogy telefonszámokat hívják föl, az e-mailre adott esetben küldjenek egy értesítést, és a kollégák jelentkezni fog, hogy mibe tudunk segíteni. Ez egy nagyon komoly kérés, hiszen a legveszélyeztetettebb korosztályról van szó, szeretnénk őket megvédeni. Ennek egyik legfontosabb alapja, hogy maradjanak otthon őket. Külön kérem, és mindenkinek minden segítséget megadunk, akár maguk a saját intézményeinken, szakembereinken keresztül, akár pedig ezen a területen kifejezetten sok önkéntes jelentette, hogy szeretne segíteni. És arra kérem egyébként a gyermekeket, unokákat, hogy ők is segítsék a saját nagyszüleiket, szüleiket, dédszüleiket, akár a bevásárlásban, akár a gyógyszerek kiváltásában, akár bármilyen más módon, mert nyilván most az ő biztonságuk a legfontosabb. Nagyon fontosak az idősek, de fontosak a fiatalok, a kisgyermekek és az ő szüleik is. A védőnői szolgálat munkájában, ha jól tudom, akkor lesz változás. Lesz. Azt kértük a védőnőktől, hogy természetesen a szolgáltatást tartsuk fönn, hiszen nagyon fontos alapfeladatot látnak el a mindennapokban. Számos segítséget, támogatást, szakmai tanácsot adnak. Amikor lehetséges, akkor ezt a jövőben, a következő hetekben tegyék azonban telefonon vagy, vagy online lehetőségekkel élve. Számos technikai lehetőség van, a tanácsadás ezen keresztül megadható, és csak akkor történjen személyes fel keresés és találkozás, hogyha ez feltétlenül szükséges. Emellett nyilvánvalóan a védőnői hálózat a feladatát el fogja végezni. Ugyanúgy, mint ahogy az óvodák és bölcsödék, ott is újabb intézkedést hoztuk, hiszen a elmúlt héten bejelentett és elindított intézkedések nyomán azt látjuk, hogy jelentősen csökkent azoknak a kisgyermekeknek a száma, akiknek a szülői felügyeletét ne tudták volna a családok megoldani, ez azt jelenti körülbelül a számok nyelvén, hogy mindegy 4000 óvodásról és bölcsödésről beszélünk az önkormányzati fenntartású intézményekben és ebből ma már alig több mint száz kisgyereket vittek el bölcsödébe vagy óvitába, ezért a holnapi naptól két óvodát és egy bölcsödét tartunk már csak nyitva. Erről ma egyrészt tájékoztattak mindenkit az óvodákban és a bölcsödékben, másrészt pedig a város honlapján, vagy az én Facebook oldalomon is elérhetők azok az óvik és bölcsöde, ahova holnap azokat a kisgyermekeket vinni lehet, ügyeleti rendszerben teljes ellátást fognak kapni, akiknek a felügyeletét máshogy nem lehet megoldani. Ez az Azért szeretnénk továbbra is fenntartani, mert szeretnénk kérni a családokat, hogy most a gyerekeket ne vigyék a nagyszülőkhöz és a dédszülőkhöz. Ezt valljuk be, akiknek kisgyerekei voltak, vannak, pontosan tudja, hogy általában az első védvonal az éppen a szülők, nagyszülők szoktak lenni. Erre most nincs feltétlenül lehetőség, pont a nagyszülők az idős emberek védelme érdekében. Viszont a másik oldalon nyilván, aki máshogy nem tudja megoldani, azok számára ez a két óvoda és egy bölcsöde továbbra is rendelkezés rá. A többi óvodát és bölcsödeit bezárjuk. Az épületeket pedig most nem működtetjük. Remélhetőleg hamarosan, ahogy normalizálódik majd a világ, újra tudjuk nyitni az óvodáinkat és a bölcsödeinket. Fontos bejelentést tett a Denzo, mi szerint szombattól április 6-áig leáll a termelés. Ezzel kapcsolatban milyen gondolatai vannak? Hát az elmúlt napokban mivel más az ország nagyvállalatai részéről érkezett és hallott döntések nyomán várható volt, hogy ez előbb-utóbb megindul. Ez, ebben a helyzetben sajnos úgy látszik, hogy szükségszerű. Ameddig lehetett a gazdaságot, fontos, hogy működtetni tudjuk, hiszen alapja a családok mindennapjainak, alapja a város mindennapjainak és az állam mindennapjainak is, de azt mindenki pontosan tudta, tudja, érzi és vallja, hogy ebben az esetben az ember, és az ember egészsége a legfontosabb. Úgyhogy fontos döntés volt. Örülök annak, hogy, hogy garantálni tudja a Denzo munkavállalóinak a jövőben is a munkatartást és a lehetőségeket. Ugye most két hétről van szó, utána lehet értékelni a helyzetet. Egy azonban egészen biztos, hogy ebből az intézkedésből is látszik, hogy a város gazdaságában is be fog következni jelentős változás a következő hetekben, hónapokban. Ez értelmszerűen az önkormányzati bevételekben is egy drasztikus visszaesés fog jelenteni. Ez biztos, hogy sok milliárd forinttal fogja csökkenteni azt a bevételt, amivel mi eredetileg a februári elfogadott költségvetésben számoltunk. Úgyhogy ma, illetve a részben már a tegnapi nap folyamán is, és a következő napokban fontos az, hogy a legfontosabb költségvetési döntéseket meghoztuk, meghozzuk. Azokat a fejlesztéseket, amik folyamatban vannak, ezeket, ezek az intézkedések nem érintik, viszont az új fejlesztéseket nem indítjuk el, hanem ezeket most felfüggesztjük. Ez egyéb döntésekről is hozt, Döntést hoztunk. Annak érdekében, hogy a legfontosabb prioritásokat tudjuk finanszírozni. Mik is ezek? Egyrészt az önkormányzat működőképessége, a közszolgáltatások biztosítása értelemszerűen kiemelt feladatként a járványügyben a koronavírus elleni küzdelem finanszírozása, és emellett pedig, hogy valamennyi önkormányzati dolgozónak a munkahelyét garantálni tudjuk, a bérfizetést szintén garantálni tudjuk. Ezeket egyébként ezekkel a mai és tegnap meghozott intézkedésekkel úgy érzem, hogy garantáltuk is. Viszont mindenkitől türelmet, megértést kérünk, hiszen azt fogja jelenteni, hogy bizony lesznek olyan fejlesztések, amelyeket szerettünk volna idén elindítani, megvalósítani. Ezeknek a nagy részét vagy csak az év második felében, vagy pedig a következő évre, évekre kell majd halasztanunk. De még egyszer a legfontosabb majd most az emberi élet, az egészség, őrzése, védelme, erre kell a forrásainkat összpontosítani, és az, hogy az emberek számára az alapvető munkahelyi egzisztenciális körülményeket biztosítani tudjuk. Ezt az önkormányzat meg is tudja tenni. Két nagy cég ugye támogatást nyújtott már a koronavírussal elleni védekezéshez. Ugye 10-10 millió forintot ajánlott fel a videóton és a Denzo, és egy adományszámla is indult egyébként. Mi a helyzet ezzel az adományszámlával? Jönnek-e rajta már az adományok? Köszönöm a kérdést, mert így van alkalma megköszönni mindenkinek, aki elindította, illetve támogatja ezt a számlát, ezen keresztül pedig a védekezést, akár az önkormányzati, akár a kórházi munkát, az egészségügyi, szociális ellátást. Nagyon fontos helyekre kerülnek ezek a források, értelemszerűen ki tudják egészíteni a egyébként jelentős arányban rendelkezésre álló állami, illetve önkormányzati költségvetési pénzügyi forrásokat. Valóban a Denzo cég indította el ezt az adományszámlát, ez a Videoton Holding csatlakozott, az Elme Kft., amelyik egy nagyon szép színfoltja a város gazdaságának, a KKV-szektorból 20 millió forintot ajánlott föl, illetve a Hidró cég is csatlakozott ehhez ma egy 10 millió forintos felajánlással. Emellett folyamatosan érkeznek a felajánlások, tegnap például a Szabolcsról érkezett egy több mint 2000 kakaó és tej felajánlása, amit rászoruló családoknak tudunk kiosztani a következő napokban. Áruházráncok jelentkeznek, rengeteg önkéntes jelentkezik különböző munkákra, ki ezzel, ki azzal járul hozzá a védekezéshez, és az önkéntes kukatszékesfehérvár.hu e-mail címen várjuk is egyébként a jelentkezéseket, mindenkinek fogunk tudni adni feladatot, megköszönve mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy ebben a helyzetben szeretné valamilyen módon a védekezésből kivenni a helyét és szerepét. Fantasztikus az az összefogás, amit érzékelek a városban, és talán ezért is kérem megint hangsúlyosan, hogy az is óriási segítség, ha valaki önmagával az otthon maradás kérését meghallja, és csak is akkor lép ki a lakásából, hogyha ez feltétlenül szükséges, de a legjobb, hogyha ebben az időszakban minél többen otthon maradunk. Ezzel tudjuk elérni, hogy a lehető leggyorsabban túl legyünk ezen, és visszálljon minden majd a rendes kerékvágásba. Vannak a városban olyanok is, akiknek tényleg szükséges házi karanténban lenni. Mit lehet tudni az ő számukról mi a helyzet most itt a városban? itt fontos, hogy vannak a kötelező házi karanténban lévő, hatósági házi karanténban lévő emberek. Ők azok, akik ebben a pillanatban öt megjelölt országból térnek haza ezekben a napokban. Ez összesen Székesfehérváron ma két fővel bővült, összesen tehát 17 főt jelent. Ők azok, akik megkapták erről a hatósági értesítést, mi pedig megkaptuk a hatóságoktól, hiszen itt az ellátási kötelezettség az önkormányzatnak van meg abban az esetben, ha ez egyének ezt igénylik. Őket a kollégáink minden esetben felkeresik, egy kérdőívet töltünk ki, és ezen kérdőív alapján dől el, hogy kell-e segítséget, támogatást nyújtanunk. Eddig egyébként minden ilyen lépés megtörtént, de senki nem kért mindenkinek, akár a szomszédok, akár a családok az összefogás erejét meg jól mutatva minden ellátási segítséget meg tudnak adni. Ez folyamatosan változik ez a szám napról napra, ahogy a hatóságoktól kapjuk az értesítést, ennek megfelelően megfelelően közösen más hatóságokkal, rendőri szervekkel ebben az ügyintézés megtörténik. Az önkétesek száma is most már száz felé közelít, tehát ott is egy jelentős felajánlás mennyiség van, ott pedig szintén telefonos megkeréséssel mérjük föl, hogy ki miben tud segíteni, és úgy kapcsoljuk be az egyes ellátási formákba. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is egy kicsit jobban láthatjuk, hogy mi a helyzet itt a városban. Köszönjük, hogy a segítségünkre volt ebben, és Meghallhattuk, hogy mi a helyzet itt a városban. Köszönöm, Köszönöm szépen, szépen a lehetőséget, mindenkinek nyugalmat, és otthonlétet kívánok, és egyben kérek is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Az esti mérlegben Csárpakavics András polgármestert hallhatták meg a mostani helyzetről itt a városban koronavírussal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra.